Vegyük elő Bibliánkat, nyissuk meg, illetve kövessük majd a kivetítésen is. Az Efézusi Levél második rész utolsó szakaszát fogjuk majd olvasni. Álljunk fel, így kövessük Istenünk igét. Efézusi Levél második rész 19. versétől majd a rész végéig. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Imádkozzunk. Urunka, te igéd, az egy olyan csodálatos dolog, ami a szívünkben valódi és igazi változásokat tud létrehozni. Mert a Szentlélek van mögötte. És a Szentlélek teszi ezt érthetővé bennünk is. Most erre is kérünk, hiszen itt vagy közöttünk. Nem látunk a testi szemünkkel, de a szívünkkel érezhetünk. Egy tűnk megragadhat téged, Uram. És erre vágyunk. Szólj hozzánk, közvetlenül te, Uram. Legyen ez nem csak emberi hangok, szavak, gondolatok, hanem azok is, amelyek tőled valók, és amelyek megragadnak bennünket. Áld meg az ige hirdetőjét, és az ige hallgatóit is, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk Péter szolgálatát. Szeretettel köszöntelek benneteket. Sok kedvenc része van a Bibliában. Akkor Zsolt mondta, hogy bizonytalan, hogy ő milyen módon tud részt venni mai alkalommal, és megnéztem ezt a részt, akkor rájöttem, hogy ez az egyik kedvenc szakaszom. De szerintem bárhol olvassuk a Bibliát, és ahogy az imádságban is elhangzott, hogyha Isten segítségét, Isten lelkének a segítségét kérjük, ugye aki ihlette az írókat, akkor bármelyik rész lehet kedvenc szakaszunk, mert ugye azt olvassuk valahogy, Isten igéje az élő és ható, és az életünkben szeretné Isten valósággá váltani az ő, vagy valóságos lenni az ő élet, Isten szeretne az életünkben valóságos lenni, és ennek az ige az egyik eszköze. Egy rövid három versről van szó, és ebből szeretnék kiemelni egy kicsit negatívnak tűnő szópárt, meg három pozitív szópárt. Tulajdonképpen a növekedés címszót, vagy a növekedést is adhatnánk ennek a mai gondolatmenetnek a címéül. Ugye az elmúlt 5 hétben a lelki házépítésről, vagy az alapozásról beszéltünk. Beszéltünk arról, hogy mit jelent az Efézusi Levél első két részét tanulmányoztuk. Beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy milyen áldásokat kaptunk Krisztusban, beszéltünk arról, hogy mit jelent lélek által tisztán látni a valóságot, vagyis úgy is lehetne, hogy a dolgok mélyére látni, meglátni, hogy mi az, ami igazán történik velünk és körülöttünk. Aztán beszéltünk arról, hogy a hitnek és a cselekedeteknek a viszonya milyen. Beszéltünk a valódi békességről, annak a működéséről és annak az erejéről, és a mostani résznek tulajdonképpen egy ilyen összefoglaló részről, vagy összefoglaló biblia versekről van szó tulajdonképpen, az építkezés, a lelkihez építés, vagy egy ilyen átfogó kép, hogy akkor most tulajdonképpen mit is csináltunk, mit is csinálunk. Van néhány dolog az életben, ami magától nő, ilyen például hajunk. Nekem világéletemben rövid hajam volt. Aztán, amikor az őrület elindult, és egy pár hétig, hónapig nem lehetett fodrászhoz járni, akkor ugye azzal magyaráztam, hogy nő a hajam, hogy nem tudok elmenni a fodrászhoz. Aztán azóta így maradt. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha elmúlik is az őrület, akkor ez figyelmeztessen arra minket, hogy azért vannak dolgok, amik nem szeretünk dolgok. És itt azt mondja az apostol, hogy idegen és jövevény. Így fogalmaz meg, hogy idegenek és jövevények. Még jó, hogy ott van, az van írva, hogy voltatok. De ha csak a tegnapi napomra gondolok, történtek velem olyan dolgok, ami miatt én idegennek, nem odavalónak, kívülállónak, vagy olyan furcsának éreztem magam.
nem kértem felhatalmazást rá, de tegnap este sikerült az életem egyik legcsúnyabb veszekedését produkálnom a feleségemmel. És néha azt éreztem, hogy mit keres ez a nő mellettem, néha azt kérdeztem, hogy hát hogy bírtam így ki mellettem. Tehát, hogy én is számomra a saját viselkedésem is idegen volt, meg ami kiváltotta ezt, az is furcsa volt, ugye? És azt mondja az apostol, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor jövevények és idegenek vagyunk. Emlékszem, 10 éves koromban néhány hetet hiányoztam az iskolából, és amikor visszamentem, és leültem abba a padba, amiben szoktam ülni, és így néztem ki a fejemből, és nem értettem, hogy mi történik. De nem kell ez néhány hetet hiányozni az iskolából, a 10 éves korban az ember sokszor érzi, úgyhogy nem érti, ami körülötte történik, őt nem értik, és olyan idegennek érzi magát. De a többi területen is. Az ember bemegy a munkahelyére, és úgy érzi, hogy lelkiismeretesen dolgozik, és akár ő kap egy felmondó levelet, akár csak a kollégájának köszönik meg a részvételét, és hirtelen úgy érzi, hogy most én ide tettem a dolgaimat, és olyan hirtelen idegennek érezzük magunkat esetleg a munkahelyen is. Hát, akinek van gyereke, lehet, hogy előfordult, majd rácsodálkozott, hogy ez a gyerek ezt honnan szedik, kitől tanulta, olyan furcsán viselkedik. Az kiderül, hogy lehet, hogy tőlem látta, csak ugye intenzíven összecsomagolva visszajön, akkor olyan idegennek tűnik. Na hát, az apostol azt mondja, hogy vannak ilyenek. És tulajdonképpen, hogyha, ja igen, hát a haj hasonlatot nem fejeztem be, hogy van, ami magától növekedik az életben, de azért a legtöbb dolog az olyan, hogyha egyről kettőre akarunk jutni, építkezni akarunk, akkor azért van, amit nekünk is hozzá kell tenni. És ugye a múltkor beszéltünk arról, hogy mi az, amit nekünk kell hozzátenni, és mi az, amit Isten szeretne úgymond hozzátenni, vagy mi az, amit Isten szeretne beleadni, és jó, hogyha ezt tudjuk. Ha nem keverjük össze, akkor az a sikeres építkezésnek az egyik kulcsa. Tetszik ez a mondás, ez nem a Bibliában van, csak a céltudatos élet az igazi élet. Tehát csak a céltudatos élet az igazi élet. Ez a mondat így nem szerepel a Bibliában, de én szeretem a Biblia első két lapját, mert ott gyakorlatilag szinte minden le van írva. Amikor megteremti Isten az embert, akkor azt mondja, hogy a maga képmására teremtette meg, hasonlóra teremtette, mint amilyen ő maga, és azt mondja neki, hogy növekedjél, sokasodjál, és gondozd a földet. Tehát egyből célt ad az embernek. Ő így gondolta. Ahhoz, hogy sikeresen végezzük, vagy éljük az életünket, sikeresen érjünk célba, én 3 H betűs kérdést gyűjtöttem össze, és erről szeretném, hogyha az elkövetkezendő 20 percben gondolkoznánk. Honnan és hová? És közte van az, hogy hogyan? Honnan akarok eljutni, hogy hol vagyok, hova akarok eljutni, és az is nagyon fontos, hogy ezt hogyan teszem meg. Ugye néhány területet már felsoroltam saját életemben, mennyire érzem magam a helyemben, családomban, mennyire érzem magam a helyemben, munkán, stb. Stb. Na nézzük meg először azt, hogy ez a bibliai rész 3 dologban említi azt, hogy hová. Az első azt mondja, az első kijelentés, tehát nem vagytok már többé jövevények és idegenek, hanem polgártársai a szenteknek. Polgártársak és nem is akárkiknek a társai, a polgártársai, hanem a szenteknek. Úgy lehet ezt fogalmazni, hogy ez az egyik összetevő, hogy hová akarunk eljutni, ez az Isten királyságáról beszél. Ugye valamilyen országnak a polgárai, polgártársai lehetünk, vagy vagyunk. Akkor római polgárságról beszélt, vagy gondolhatott nyilván Pál apostol, ami egy nagy előjog volt abban az időben. Ugye aki római polgár volt, az nagyon sok mindent megtehetett. Nekem a francia forradalom környéke jutott eszembe, ugye ott is polgártársaknak szólították egymást a forradalom részvevői. Ez persze nem akadályozta meg őket abban, hogy utána ezt a giotinnal fejezgessék le egymást.
ugye a hóhér akasztás túl lassú volt, és akkor kifejlesztették a giotint. De hát ugye, tehát az, hogy polgártársnak nevezzük egymást, ez még semmire nem garancia. Na hát Isten nem ilyen lefejezős értelemben üzen nekünk, hogy mi polgártársa vagyunk a szenteknek. De a francia hasonlattal élve, hogy világítsam meg ezt egy kicsit jobban. Közel 20 évvel ezelőtt egy ifjúsági találkozón vehettem részt Franciaországban, pontosan Párizsban, és tulajdonképpen minden ingyen volt. Hát az utazást azt fizetni kellett, de az ott tartózkodás az ingyen volt, és ennek az ifjúsági találkozónak a programjaira is ingyen lehetett bemenni. Csináltunk azért szabadidőben ilyen egy város látogatást is, és elmentem a Notre Dame-ba. Délután, óév esteje, vagy délutánja volt, sorbáltam a jegyért, kifizettem, az egyik mellékajtón kellett bemenni, kivártam a soromat, bementem, ugye kordon között megy az ember, teremőrök, esetleg ilyen tárlatvezetés, vagy ilyen kalauzolás is lehetséges, és körbe mentünk. Hát egy gyönyörű, szép gótikus katedrálisról van szó, hatalmas csúcsíveg, gyönyörű, szép üvegablakok, az orgona talán nem szólt, a világ egyik leghíresebb orgonája található a Notre Dame-ban, nem tudom, hogy az leégette, vagy megmaradt. Szóval minden nagyon szép, és minden nagyon jó lehetett volna, de ahogy így végigmentem, úgy nem éreztem annyira otthonosan magam. Egy ilyen látogató voltam, egy kicsit ilyen jövevény, kicsit ilyen idegen. Nem csak azért, mert franciául nem beszélek, csak úgy annyira nem ütött meg ez a dolog. És képzeljétek el, hogy ez az ifjúsági találkozón a szilveszter este több helyszínt jelöltek meg a városban, és én úgy gondoltam, hogy nekem a Notre Dame-ban kéne töltenem a szilveszter estét. Hol lehetett bemenni a szilveszter esti programra a Notre Dame-ba szerintetek? A főbejáraton. Nem a mellékbejáraton, ahol a látogatókat fogadják több tízezer, százezer embert évente. A főbejáratot nyitották ki. Kértek-e valami belépőt? Azt a kis kártyát, amivel jeleztem, hogy az ifjúsági konferencián vagyok, de nagyon nem vették komolyan. Mi történt ott ezen az alkalmon? Nem kordonok között vezettek, hogy haladjon a sor. Oda ültünk, ahova akartunk. Ülhettünk a padokba is. Több ezer lehetőség, ugye több ezer férőhelyes. De ülhettünk a földre is. És mi történt? Nem csak néztük, hogy milyen szépek ezek a csúcsívek, milyen hatalmas a légtér. Együtt énekeltünk. Akár orgonára, akár egy gitárra. Hirtelen úgy éreztük, hogy mi ennek az egésznek a részesei vagyunk. Polgártársak vagyunk miben? Isten jelenlétében, mert ezeket az épületeket, ezeket a csúcsíveket, ezeket a hatalmas üvegablakokat, az építészetnek akkori remekét, hogy ugye minél kevesebb legyen a kő, azért találták ki, hogy ez Istenre mutasson. Tehát működött a dolog. És azt mondja Isten itt, Pál apostol által, hogy ti polgártársai vagytok a szenteknek. A szentek nem azok a szobrok, amiket a Notre Dame-ban esetleg meg lehet nézni, vagy amik nem csak azok, vagy amiket az üvegablakokra felfestettek. Azok a hitelődők, de aztán majd tovább megyünk, hogy még kicsodák a szentek, akik előttünk jártak, akiknek a tapasztalatára építjünk. Tehát nem kövek, nem üveg, nem halott dolgok, hanem élő dolgok. Pál apostol is azt mondja, Isten arra hív bennünket, hogy a szentek kell legyünk örökségben, polgártársai legyünk a szenteknek. Nem útlevél, nem belépőjegy, hanem részese vagy. És itt jön a következő, tehát nem turista vagy, hanem egy részese. És itt jön a következő gondolat, amit tovább folytat, hogy és Isten családjának a tagjai vagyunk. Jaj, kösz, hogy kivetíted, mert a szemüvegemben nem látom jól az olvasó szemeket, nem akarom kapkodni. Tehát ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. Kicsit még vissza, menjünk a 19. versre, légy szíves. Tehát nem vagyunk többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai szenteknek és házanépe Istennek. Tehát az első az, hogy Isten királyságának a polgárai vagyunk, a második az, hogy Isten családjának
tagjai vagyunk. Vagyis a keresztények az első időktől kezdve testvéreknek szólították egymást. És ezért, mert Isten családjának a tagjai vagyunk. Hoztam nektek egy levelet. Ezt a levelet nem én kaptam, hanem a fiam. Sejtettem, hogy nem fogom tudni elolvasni érzékenyen és nélkül, de még kise bontottam. Szóval a férfiak általában nem sírnak, de az erős férfiak megengedhetik maguknak, hogy sírjanak. Én egy erős férfi vagyok, tehát valószínű, hogy fogok sírni. Na, szóval bizonyítványosztás volt a héten, megkapták a gyerekek a fél évi bizonyítványukat, és a tanítónéni a Gábor fiamnak még egy levelet is írt. Ezt felolvasnám. Drága Gábor, nem tudom, 20 percre hogy fogunk beleférni, de majd igyekszem. Drága Gábor, sosem felejtem, drága Gábor, sosem felejtem vidám mosolyodat, huncut barna szemedet, fürkésző tekintetedet, kedves rajzaidat, színes szókincsedet, nagy mesélő kedvedet, amikor jókedvűen vagy éppen panaszosan felháborodással regéltél el nekünk valamit. Jó volt nézni, ahogy felszabadultan játszottál le egy kártyapartit, társasjátékot osztálytársaiddal, és milyen lelkesen figyelmeztetted a többieket a szabályokra. Mindig emlékezni fogok arra, amikor szorgalmi feladatra ötös szerezve elégedetten ültél helyedre, vagy hintáztál a széken egy jeles dolgozattal a kezedben, vagy amikor leglelkesebben segítettél megépíteni a terepasztalt környezetből. Szuper, hogy ilyen érdeklődő emberke vagy, aki bátran próbál ki új dolgokat. Bíztatlak, hogy maradj ilyen igyekvő, szorgalmas, jól megfigyelő, de ne kapkodj, jól vizsgáld meg a kapott feladatot, helyzetet, mert lehet, hogy valami fontos dolog elkerülte a szemedet, szívedet. Ha néha 3-ig számolsz, kéred Isten bölcsességét, az segít a tanulásba és az emberi kapcsolataidban is. Maradj ilyen őszinte, barátságos, jószívű, vidám fiú. Tudd, hogy nagyon sok remek tulajdonságot kaptál az Úrtól, használd ezeket. Minden jót! Sok áldást kíván neked volt tanítónéni, Dóri néni. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor az árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, és nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott a ház, és teljesen elpusztult. Lukács evangélium, 6. rész, 45. versétől. Isten családja. Amikor nem egy tanítónéni, nem csak egy tanítónéni, hanem úgy érzi, hogy az a 20-30 gyerek az az ő családja. És ha egy tanítónéni ilyen szép levelet tud írni Isten segítségével, akkor maga az Isten hogyan gondolkozik az ő családjáról, hogyan gondolkozik rólunk, akik a családjának a tagjai vagyunk, akiket az ő fia által hívott be a családjába. Azt mondja ugye itt a második rész, 10. vers, vagy a 8. verse, hogy kegyelemből van az üdvösségetek a hit által, ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen vele. Ez a meghívó Isten családjába. Ahogy a Notre Dame-ba a belépés, a szilveszteri,
programra, az igazán értékes programra ingyenes volt. Azt mondja Isten, hogy az ő családjába a belépés ingyenes. Hogy még csak eszedbe se jusson megkérdezni a melletted lévőtől, hogy ez meg mit keres itt. Egyébként csak annyit ehhez a háttérhez, hogy a tanítónéni kisbabát vár, és ezért írta ezt a levelet fél évkor, mert most köszönt el az osztálytól, 2,5 év után. És példa nekem a Dóri, hogy mondhatta volna szeptemberben, hogy hát vírus van, kisbabát várok, senki nem kérte volna számon tőle azt, hogy ő otthon marad. És nem maradt otthon, végigcsinált ezt a fél évet, és írt 30 levelet. Nem végeztem közvéleménykutatást, hogy ki hova tette ezt a 30 levelet. Nem tudom, miért az egyik gyerek bedobta a kukába. Van így, hogy kapunk egy nagyon értékes levelet, és van, hogy jó helyre tesszük, van, hogy nem. Tudjunk róla, hogy Isten nagyon értékes levélben közli azt, hogy ő a fiát adta értünk. És azt mondja, hogy Isten családjának a tagja lehetünk. Ez volt a második pontunk, ugye, hogy hová készülünk, vagy hol van a mi helyünk, pontosabban így mondanám. Ez azért vagyok ebben egy kicsit bizonytalan, mert egyszerre vagyunk jó helyen, és egyszerre tartunk valahova, tehát ez egy ilyen folyamat, hogy most is lehetünk jó helyen, miközben megyünk, és tudjuk, hogy jó helyre fogunk érkezni. Nézzük meg még egyszer akkor, hogy hol tartunk, Efézus 2.19. Tehát nem vagyunk idegenek és jövevények, bár nagyon sok körülmény játszik erre, és nem esek abba a kísértésbe, hogy hosszasan taglaljam, hogy ez az elidegenedés, ez Feuerbach volt egy kedvenc témája ugye a szociológusoknak, Marx is erre alapozta az okos gondolatát, hogy majd, hogyha a munkásosztály kilép az elidegenedésből, az milyen jó lesz. Hát 70 év után kiderült, hogy mégsem. Na tehát ez egy hosszú téma, ma is fontos téma, de itt azt mondja Pál, hogy nem. Voltatok 2000 évvel ezelőtt sem, a Római Birodalom idején meg most sem. Szükségszerű, hogy idegenek és jövevények legyetek ezen a földön, hanem hova akarunk eljutni? Polgártársai akarunk lenni, vissza még a 19-re, hanem polgártársai akarunk lenni, vagy vagyunk a szenteknek, és házanépe Istennek. Köszönöm, és akkor most nézzük a 20. verset. A harmadik dolog, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus, és akkor a 21. versben pedig azt mondja, hogy akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. Tehát a harmadik összetevője ennek az, hogy Isten temploma lehetsz, vagy. És Péter apostol mondja azt, hogy ti pedig, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá. És akkor még egy picit ennek a levélnek az én olvasatom, az én olvasatomat hagyd mondjam el ezzel a levéllel kapcsolatban, hogy ez hogyan illusztrálja ezt a Isten igazságot is, hogy ti ennek az épületnek egy élő kövei vagytok. Az az ember, akit Isten tett a helyére, az nem csak egyszerűen tanár, hanem pedagógus. Az képes erre, amit mondtam, hogy Istentől kér segítséget arra, hogy kisbabával a pocakban is végigcsinálja ezt a fél évet, vírus ide, vírus oda. Isten ad neki bölcsességet, hogy személyre szólan ilyen levelet tudjon írni egy gyereknek, akit 2,5 éve ismer. És ilyen... Hát nem tudom. Tehát, hogy ezt tudja csinálni. És azt mondja Isten, hogy mindannyiunkkal legyen egyenként ez a terve. És tudom, amikor beszélgetünk a kis csoportokban, hogy erről bizonyságot tudunk tenni, hogy ez a terv, ez valóságos az életünkben, tehát részesei vagyunk ennek a tervnek. Tehát én is el tudom mondani, hogy
Ugye viccesen szokták mondani, hogy mikor dolgoztál utoljára. Tehát én régen dolgoztam utoljára, mert azt sem, amit szeretek. Tehát ugye Istennek az elhívását közel 30 éve úgy értettem meg, hogy egy olyan helyre tett, egy olyan szakmát adott, amiről én nem gondoltam volna, hogy ez nekem jó lesz. És 30 éve örömömet lelem benne. Még egy-két mást is tanultam mellette, tehát most kicsit bővült a paletta, de például amikor Zsolt mondta, hogy tudnék erről az ige szakaszról pár mondatot mondani, akkor nem azt éreztem, hogy hú, hát hogy fog erre nekem idő, hogy lesz erre nekem időm, az öt gyerek mellett, meg nem igaz, hát ő kapja a fizetést, én meg itt majd itt herettem, majd itt nem tudom micsoda, hanem teljesen felvillanyozott, hogy fú, de jó, hogy én is részese lehetek annak, amit Isten rám bízott, és esetleg van egy-két gondolat, amit továbbadhatok, mert én is hasznosíthattam. Tehát amikor olyan dolgot csinálsz, ami nem lefáraszt, hanem feltölt. Tehát fizikailag lehet, hogy ki kell pihenni mondjuk egy álmaton éjszakát, amikor mondjuk a Zoli pék, de ha ő szereti a munkát, akkor ez a fizikai fáradtság elmúlik, viszont ismerhetjük esetleg, én tapasztaltam már, amikor olyan munkát végzel, amit nem szívesen csinálsz, akkor nem a fizikai fáradtság a legnagyobb probléma, hanem az a lelki leterheltség, hogy úgy érzed, hogy ez nem neked való, te ebben a témában idegen vagy, te ebben a témában jövevény vagy, és ezt a fáradtságot, ezt nem lehet kipihenni egy esti elalvással, mert reggel még fáradtabban kelsz föl, hogy nem vagyok a helyemen. De Isten nem ezt mondja, Isten azt mondja, hogy te helyeden lehetsz Isten királyságának a része, lehetsz Isten családjának a része, és lehetsz Isten templomának a része, mint élő kő, aki tudja, hogy hol van a helye, és ott tud fejlődni, növekedni. Még egy példával szeretném ezt illusztrálni. Pont ezt a hol van a helyem témát feszegettük néhány évvel ezelőtt egy fickóképző sporttáborban, hogy ezeket 10-14 éves fiúknak szerveztük, és akkor a gyülekezetben járó két profi foci edző volt, aki délelőtt-délután az edzéseket, a gyakorlati foci edzéseket vezette, és mindig volt, mint jó edzőtáborban, elméleti felkészítés is, és az elméleti felkészítésnek ez volt a mottoja azon a héten, hogy hogyan tudsz te a csapat részese lenni. És próbáltam elmagyarázni a gyerekeknek, nem sikerült. Nem azért, mert ők nem voltak jók, én biztos nem voltam elég szemléletes. Délután edzésen az edző aprólékosan beállította, melyik csapatban kik legyenek, és azon belül is, melyik játékos, melyik poszton szerepeljen. Elindult a meccs, és a meccsnek egy adott pontján a jobb szélső nem teljesen jól végezte a feladatát. A bal hátvéd odaszaladt, hogy mit mondott neki, ezt már nem emlékszem, de megcsinálta helyette valahogy. Hát gól nem lett belőle, viszont amikor az ellenfél kezdett el támadni, akkor a jobb szélső akadálytalanul elvitte a kapuig a labdát és bevágta, mert a bal hátvéd elment segíteni a jobb szélsőnek. Na és akkor utána már nagyon könnyen el lehetett magyarázni, hogy ha a csapatban gondolkozunk, ha Isten csapatában gondolkozunk, ha abban gondolkozunk, hogy mit jelent az, hogy élő kő vagyok, akkor a bal hátvéd bátoríthatja a jobb szélsőt, de nem mehet helyette oda, nem csinálhatja meg helyette, mert akkor ott lesz lyukas valami, és ott fog összedőlni, és ott lesz probléma. És ha ezt elhisszük, elfogadjuk, hogy Isten az, aki ezt az épületet megtervezte, kigondolta, akkor ő tudja azt, hogy Dóri néninek mi az elhívása, mi a küldetése, meg Pistának, meg Józsinak, és akkor mindenki helyettesítse be a saját nevét, hogy neked mi az elhívásod, neked mi a küldetésed. És itt nagyon bátorítóan mondja, ha visszalépünk a 20. versre, hogy ez a tervezés, ez hogyan történt. Hogy a sarokkő maga Jézus Krisztus. Nem vagyok építész, de ha utána néztek, és ha jól tudom, akkor a sarokkő az a gyönyörűen kifaragott, nagy és biztos kő, amihez viszonyítva teszik le a többi követ az alapokhoz is, és utána építik fel az épületet. Tehát azt mondja Isten, hogy nem bizonytalan ez az egész épület, hanem az én fiam az, ami biztos alap. És ha elhisszük, hogy
amit történt, amit tett értünk, ugye azt mondja, az ő fiát adta értünk, akkor bizony ez az épület, ez nagyon-nagyon meg van alapozva. Ahhoz, hogy mi kegyelemből ingyen belépjünk, ahhoz nagyon súlyos árat kellett fizetnie Istennek. Azt mondja, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta halálra a kereszten értünk, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, ami ugye itt kezdődik. Amikor ezt megértem, onnantól kezdődik. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a születésnaposokat én is, akkor is, ha ezt most értetted meg, meg akkor is, ha már korábban értetted meg. Ugye ez a születésnap, amikor azt mondjuk, hogy megértem, hogy Isten mit tett értem, akkor kezdődik az örök életem, az örök üdvösségem, amit Isten tervezett nekünk. Isten nem végez félmunkát, nem gyárt selejtet, és nála nincsen biztonsági tartalék. Tehát te belőled ez az egy van. Nincs B-változatod, hogyha te nem csinálod, akkor majd jön ugyanaz a klónod. Te belőled egy van, neked helyed van ebben a lelki házban, és ő is jól érzi magát, hogyha te megtalálod a helyedet, mert azt mondja, hogy az dicsőít engem, hogyha te a helyeden vagy. És te is jól érzed magad, hogyha a helyeden vagy. Hát a lelki ház építésének talán itt ebből talán ezt így lehetne összefoglalni. A sarokkő pedig maga Jézus Krisztus. És akkor így zárásképpen nézzük meg a hogyant, bár most tulajdonképpen már beszéltünk róla, és foglaljuk össze, hogy miről is volt szó. Honnan jutunk el? Ugye ez volt az első kérdésünk. Megnéztük, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel, látogatók vagyunk-e, vagy polgárok az ő királyságában, az ő templomában, lelki templomról beszélünk, most már ugye nem fizikai templomról, milyen minőségben vagyok jelen, milyen a kapcsolatom ezzel a családdal. Egy gyakorlati feladat, bocsánat, magamnak írtam föl, de esetleg javaslom, írj egy levelet. Hát ha Gábor a férjed, akkor Gábornak, ha nem, akkor Józsinak, vagy Pistának, vagy írj egy levelet a feleségednek, vagy írj egy levelet a gyerekednek. Aztán nem is mondom, hogy írj egy levelet a szomszédodnak, vagy a munkatársadnak, a beosztottadnak, vagy a főnöködnek. De add tovább, mint hogy ez a levél, ez nagy áldás volt. Isten arra hív, hogy a családtagodnak írjál egy ilyen levelet. Hogyha családtagod, ha te ennek a családnak a tagja vagy. És akkor beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy Isten templomának részese vagy, az élő kő vagy. Vizsgáld meg, hogy a hivatásodat gyakorod-e, a helyeden vagy-e, azt végzed-e, amit Isten a szívedbe ültetett. És akkor a hogyanról már beszéltünk, kettő összetevőjét említi itt az ige, zárásképpen és háladásképpen elevenítsük ezt föl, hogy a sarokkő, a viszonyítási pont, a kiindulási pont maga Jézus, és azt mondja itt az utolsó két szóban, hogy lélek által, tehát a 22. versben ezt olvastuk, akiben ti is, tehát Jézus Krisztusban, ti is együtt épültök Isten hajlékává, a lélek által, nagy ellen, ugye? Tehát a Szent Lélek által, a Szent Lélek segítségével. Ez a hogyan? Jézus Krisztusban megalapozta, és a lélek által, a Szent Lelke által naponta vezet. Ez a templom működésének az én általam megértett módja. Azért mondtam, hogy az én általam megértett módja, mert ahogy imádkoztuk bevezetőben, Isten Szent Lelke közvetlenül szeretne minket tanítani, ha hazamész, akkor is. Még a kis csoportokban a következő héten is van lehetőség, hogy egymás hite által is épüljünk. Az elmúlt 4 hét, illetve az elmúlt évnek az további 4 alkalom, tehát az elmúlt 8 alkalom, amióta ezekben a kis csoportokban is tudjuk tanulmányozni a Bibliát, számomra nagyon hasznos volt. Használjátok ki még az előttünk álló lehetőséget, és aztán tervezünk majd még további ilyen alkalmakat is.
zárásképpen, akkor hagyj olvassam újra ezt az ige szakaszt. Ezért tehát, vagyis összefoglalva az előző gondolatokat, mondja Pál apostol, nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, házanépe Istennek. Miért? Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára. Hogyan? A sarokkő pedig maga Jézus, maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekedik az Úrban, akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Amen.